4 aranyérem az asztalon, ennyivel tértek haza a nyíregyházi atléták az országos bajnokságról, amelyet Budapesten az augusztusi világbajnokságnak otthont adó stadionban rendeztek meg. Ez realitás, de ha minden összejött volna, nem lettek volna megbetegedések a verseny előtti időszakban, akkor akár ez 7 arany is lehetett volna. De hát örülünk ennek is, hiszen mi egy vidéki egyesület vagyunk, és ez a 4 aranyérem, ez azt mondom, hogy csodálatos. Nem sok nagyobb, tőlünk nagyobb egyesület szerzett több aranyérmet. Már maga a verseny is a világbajnokság jegyében egy tesztverseny volt tulajdonképpen a magyar bajnokság, tehát ugyanúgy készültek a versenyzők a bemelegítő pályán, ugyanúgy elektromos autókkal hozták be őket a stadionba, a korrumba, és hát maga a verseny hangulata is jó volt, hiszen a szervezők mindent megtettek azért, hogy ez egy jó hangulatú verseny legyen, és hála Istennek voltak nézők is. Én úgy olvastam, hogy több mint 5000 néző volt kint, főleg a szombati napon, és hát egyes versenyszámoknál jó hangulatot teremtettek. Szikszai Róbert egy sérülés után lépett dobókörbe, és végül 59 méter, 59 centiméteres eredménnyel végzett az első helyen. A helyezés, ennek mindenféleképpen örülünk, hogy a magyar bajnokságot megnyerni azért az nagy dolog. Az ellenfelem, aki van egy fradis srác, őt sajnos ez volt az idei első versenye, őt talán műtötték is márciusban, hogyha jól tudom, tehát igazából hogy ellenfél nélkül 5 méterre tudtam így is nyerni. Jobb lett volna, hogyha van egy húzóerő, és akkor egy jó versenyt csinálunk. A férfiak 100 méteres síkfutásában 10-50-es idővel Boros Bence szerezte meg az aranyérmet. Érett már bennem ez az érzés, számítottam rá egy picit, de nem gondoltunk semmire, hiszen hosszú sérülésből épültem fel, úgyhogy a váltó volt a legfontosabb, amire koncentráltunk. Nem mondom, hogy ez egy plusz. A utolsó 1-2 hétben már pedzegettük, hogy jó lenne megnyerni, benne van, de amikor ott voltam, akkor tudtam, hogy ezt be kell húzni, hiszen voltam olyan állapotban, formában, és a mentális egészségem is úgy van, hogy képes voltam rá, elhittem. Tóth Balázs az előző 3 bajnokság győzteseként utazott Budapestre, és 18 méter 5 cm-es dobással sorozatban negyedszer lett bajnok. Természetesen ez volt a cél, meg minél nagyobb eredmény lett volna a cél, viszont ugye egy 18.05-ös lökéssel sikerült nyerni. Meg vagyok elégedve ezzel az eredménnyel, hiszen egy betegségből felépülve indultunk el a versenyen. Mellettük még a gyalogló Hellebrandt Máté szerzett aranyérmet az 5 kilométeres távon. Szikszai Róbert és Tóth Balázs a jövő héten a Gyulai Emlékversenyen indul. A szintén nyíregyházi középtáv futó Kászabó Gabriella pedig már el is utazott a finnországi U23-as Európa-bajnokságra.